Hogy hogyan múlt az első fél év, és mennyire várták a téli szünidőt, erről kérdeztük az újvidéki Petőfi Sándor általános iskola kisdiákjait. Vártad már a téli szünidőt? Kifáradtál ebben az első fél évben az iskolában? Kifáradtam elég, és jól vártam a szünidőt. Igen, nagyon vártam a szünidőt. Nagyon vártam már a szünidőt, és alig vártam, hogy már egy kicsit lazíthatok majd a iskola után. Ez a fél évünk nagyon hosszú volt így szünet nélkül, úgyhogy nagyon vártuk már a szünidőt, és kelleni fog a pihenés és kikapcsolódás mindenkinek. Menni fogok a nagymamámhoz, és még menni fogok Jaharinára. Megyek majd Magyarországra, Mórahalomra, meg korcsolyázni fogok. Megyek majd síelni, és majd olvasni fogok a síelésen. Azt szoktam nekik tanácsolni, hogy a szünidőt töltsék pihenéssel, kikapcsolódással, töltsenek minél több időt kint a szabadban, ha esik a hó, szánkózzanak, játszanak, barátkozzanak egymással, viszont azt szoktam kérni, hogy olvassanak, és hogy az írást sem felejtsék el. Itt a szülők segítségét szoktam kérni, hogy ilyen-olyan praktikákkal bírják rá őket az írásra, akár bevásárlólistákat készíteni, akár heti menüt készíteni, hogy mégse zökkenjenek ki teljesen az iskolai feladatokból. Mint ismeretes, a tartományi oktatási titkárság döntése értelmében a téli szünidő 5 nappal mégis hosszabb lesz. Így nem január 10-ig, hanem 15-ig tart az általános és középiskolás diákoknak.